Jelenleg Magyarországon naponta 70 ember hal meg kétszer és felégés megállások következtében. Bárkivel ugyanolyan esélye előfordul. Futballmérkőzés közben, motorverseny közben, egyszerűen megáll a szintük és összesnek meghal. Ugye ez miért történik, ezt nem tudjuk a mai napig, de azt tudjuk, hogy ilyenkor mit kell tenni. Van egy olyan sajnálatos statisztika is, hogy jelenleg Magyarországon 100 emberből 10-nek lesz sikeres az újraélesztése. Ezt úgy értsétek, hogy 100 emberből, aki összeesik és meghal, 10 ember tud a mentő bevinni a kórházba úgy, hogy saját légzésre keringésre visszaáll. Ebből a 10 emberből, aki kórházba kerül, egy ember lesz az, aki hazamegy, és köszönjük szépen, éli ugyanazt az életét, ami az összeesésre a keringés megállás előtt ér. Tehát akkor 101 ember, az barátok között is sajnos csak 1%. Fülemet az orra pálya fölé teszem, és nézem a mellkasát 10 másodpercig. Ebben a 10 másodpercben láthatom a mellkas emelkedését, csüvjedését, hallhatom a légvételt, illetve érezhetem az arcomon a kifújt levegőt. A 10 másodperc alatt legalább 2 légvétel van, akkor nyugodt vagyok egy picit, ezt a levegőt érni. Segítő, hogy a 101-es áron mentő és akkor fogja ismét eldönteni, hogy a következő két percben